A 2023-as év költségvetési tervezetének megalkotásakor az egyik legfőbb szempont volt az önkormányzat működő képességének fenntartása, hangsúlyozta Magyar Judit, költségvetésért felelős alpolgármester. Az idei évben is a szigorú gazdálkodás fog jellemezni a gazdálkodásunkat. Szeretnénk a városüzemeltetés és szociális feladatokat szinten tartani. Az elmúlt évben létrehozott különböző koncepciókat, mint vagyongazdálkodási koncepció, turisztikai koncepció, sportkoncepció, egészségterv, brandstratégia elkezdeni, illetve megvalósulás útjára lépni. Az idejében 3 millió forintot tudtunk elkülöníteni a sportkoncepcióra. Fontos nekünk az, hogy a város imidzsét tovább erősítsük, tehát a kulturális feladatok, ezekre is fogunk költeni. Fontosak a nemzetiségek, a nemzetiségi önkormányzatoknak is félretettünk egy bizonyos mennyiségű pénzt. Nagyon fontos feladat az, hogy külső forrásokat vonjunk be, tehát hogy ha pályázat nyílik meg, akkor tudjunk pályázni, és ezeket a pályázati pénzeket be tudjuk csatornázni az önkormányzat működésébe. A jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben nem lehet egész évre vonatkozó költségvetést alkotni, így azt negyedévente felül kell vizsgálni. Mondta el Magyar Judit, aki hozzátette, ahogy az önkormányzat bevételi forrásai, úgy a kiadási területei is többrétűek. Egyrészt az állami működési támogatások, ugye ezeket zömében kötelező feladatokra kapjuk. Sajnos az idei évben ezek a támogatások kevesebbek, mint az előző év tényadata. Tehát kevesebbet kapunk. Vannak az önkormányzatnak saját bevételei, többek között a közhatalmi bevételek, mint az adók. Itt szeretném elmondani, hogy az önkormányzat nem emelt adót, más módon próbálja ezeket a bevételeket növelni, tehát a behajtásra fogunk odafigyelni, az ellenőrzésre. A közhatalmi bevételek közé tartozik még a bírság, mint egy nagyobb bevétel, de egyébként minden intézményünknek is vannak saját, és a hivatalnak is van saját bevétele. Önkormányzati bevételek, például a parkolási bevétel, vagy a bérleti díjakból származó bevétel, az intézményi bevételek, a térítési díjak, vagy mondjuk a Ferenci Múzeumi Centrumnál ott van igazából a legnagyobb, a régészeti bevétel. És ezen kívül van még egy úgynevezett felhalmozási bevételi forrás, ez pedig az ingatlan eladásból származó bevétel. Ugye a jelenlegi gazdasági helyzetben ahhoz, hogy az energiára támogatást tudjunk kapni a kormányzattól, kétféle elvárásuk volt. Az egyik az, hogy kötelező feladatokra koncentrálva kell összeállítani a költségvetést, a másik pedig a bevételek növelése. Mi ingatlanaink közül zömében üdülőtelkeket szeretnénk eladni, illetve egyetlen egy ilyen nagyobb, az régi egészségház, a Szentendrélyek tudják, ismerik, hogy ez hol van. Ez a tétel, ami egy nagyobb tétel az ingatlan eladásban. Úgyhogy ezek a bevételi formák vannak. Kiadási formák közül megemlíteném elsősorban a városüzemeltetést. Ugye az idei évben a városüzemeltetésre több forrás biztosítunk a hatalmas infláció miatt, úgyhogy 250 millió forinttal több forrást fognak kapni, mint amennyit kaptak az elmúlt évben, de fontosak nekünk a kulturális intézményeink, tehát a cégeinket is támogatjuk, a kulturális cégeket, illetve az intézményeket. Azt tudom elmondani, hogy az önkormányzat az idejében minden egyes intézményének, illetve cégének kicsivel több támogatást biztosít, mint amennyit a tavaly évben tudott, hiszen a feladatot el kell látni, és mivel az állami támogatás csökken, ezért az önkormányzat kénytelen az adófizetők pénzéből támogatási összegeket biztosítani, és hát ugye a külső gazdasági környezet az nem igazán kedvező számunkra, mert az infláció olyan mértékű, hogy ezt kompenzálni kell, és ez minden területen érezteti a hatását. Nem csak városüzemeltetésben, hanem közétkeztetésben, minden területen. Szentendre város önkormányzata 2023-ban folytatja a városrészi költségvetés programot, amelyhez a mai naptól, március 6-ától várják a javaslatokat. Egyebek mellett ez a projekt is része az idei fejlesztéseknek. Négy csoportra osztottam így a fejlesztéseket. Az első az a Vekop kerékpárút. Ez egy korábban pályázati úton elnyert pénz, amit szeretnénk az idén megvalósítani. Amint említettem, a korábban elnyert pénzeknek az a legnagyobb hátulütője, hogy mire megvalósulásra kerül az a projekt, addigra jóval magasabb összegből lehet már csak megvalósítani. Az idei költségvetésben erre nem nagyon van forrás, ezért egyéb kiegészítő támogatásokért fogunk folyamodni
ahhoz a szervhez, aki ezt a pénzt, ezt a pályázati pénzt biztosította. A másik nagyobb csomag az a TOP plusz pályázatok. A tavalyi évben három területen nyertünk el pályázatot. Az egyik az az Izbégi óvodának az energetikai felújítása volt, a másik a Kálvária út folytatása, erre 250 millió forintot nyert a felújítása az önkormányzat, illetve a Barackvirágút vízelvezetés és esőket létrehozása, ennek egy része meg is valósult. A harmadik ilyen nagyobb csoport, ez a városrészi költségvetés. Az idei évben 70 millió forintot szánunk, tehát körzetenként 7 millió forintot szánunk ennek a közösséget bevonó fejlesztésnek a megvalósítására, illetve a negyedik, amit mi a korábbi városvezetéstől vettünk át, az 1+1 fejlesztési projekt, amiben az idén 30 millió forintot tettünk. A Szentendréért közalapítvány és az önkormányzat tavaly októberben adománygyűjtést hirdetett a rezsinövekedés miatt bajba jutott szentendreiek megsegítésére. A jótékonysági akció februárban lezárult. Összesen 2.444.828 forintot sikerült összegyűjteni. 9 háztartást tudunk finanszírozni. A kuratórium február 8-án ült össze, 2,5 millió forint körüli összeg gyűlt össze. Ennek a 9 háztartásnak kb. 800 ezer forintot fogunk most kifizetni, mégpedig úgy, hogy a januári és a februári vagy villany, vagy gázszámláját fogjuk kifizetni. Egy olyan ember van, aki nem használ sem villany, sem gáz, de neki gáz palackot fogunk vásárolni. A gondozási központ segítségével, a családsegítő intézményünk segítségével választottak ki ezek az emberek, akik ebből a pénzből fognak tudni most részesülni, illetve az önkormányzatnak a szociális munkatársai hozták a hozzájuk beérkezett nyilatkozatokat, illetve igényeket. Úgyhogy 5 egyedülálló nyugdíjasról beszélünk, és 2 egyedülálló szülőről, aki több gyermeket nevel, egy több gyermeket nevelő családról, és egy rokkant emberről beszélünk, akiknek most így módon tudunk segíteni. És itt még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek, aki adományozott, cégeknek, magánszemélyeknek, hogy erre a célra áldoztak, és önzetlenül áldoztak rá. Magyar Judit költségvetésért felelős alpolgármester lesz holnap este a Hét embere című magazin műsorunk vendége, aki egyebek mellett részletezi a városrészi költségvetés programot is. Tartsanak velünk kedden a Szentendre Ma hírmagazinunk után is.